Na, sziasztok, én Alex és ma ismét egy implicite hírt közölnék veletek. Nem nagyon volt egy külön videó, ugye, pár hírnek, csak a rang ö, hír volt igazából, amit így külön kielentettünk. Persze, ugye, az fontos volt, de ez szerintem eléggé fontos, amit most fogok mondani. Szóval, megcsináltuk Magyarországon az első automata YouTube rangrendszert, azaz, Automatikusan jóvá tudja írni a Youtube rangodat, hogyha megvannak a megfelelő dolgok hozzá. Mindjárt pontosabban elmondom, hogy hogyan is értem ezt, ugye be fogok mindent mutatni ebbe a videóba, amit tudni kell erről, erről a rendszerről, és hogyan kell használni ugye. Szóval először bemutatom, hogy hogyan kell használni. Úgy tudjuk ezt megcsinálni, hogy bírjuk, hogy perjéti, és ugye itt megnézzük meg, hogy mi hogy, 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 hogy kell legalább, ugye legalább legyen 500 feliratkozód, legyen legalább 5 videód, legyen legalább 1000 össz megtekintésed és 200 átlag megtekintésed és legyen legalább három videód implicite, ugye a implicite, inkább az implicite, de azt elírtuk, az implicite címmel. Szóval tök mindegy, hogy mi van a címben, csak benne legyen, hogy implicite. Oké, és ha ez megvan, akkor rányomtok, hogy következő. Következő lépés, ugye ez 1.7-ben nem tud működni, szóval nem fogja ezt nektek kiírni, Szóval azt kell ilyenkor csinálnotok, hogy vagy átváltatok 1.8-ra, igen, vagy fejből tudjátok, hogy úgymond mit kell csinálni, ugye ez a videó alapján. Szóval azt kell csinálnotok, csinálnatok itt igazából, hogy ott van egy csatornának a linkje, írd le a csatornának linkét a chatbe, ugye, és például http bla bla bla, és akkor csubakka csatornája például az lenne. Szóval gyengében kedvéért ezt is meg fogom mutatni, hogy hogyan kell csinálni. Uh, annyit kell kimásolnatok, ugye itt felül ezt kell kimásolni, itt, copy, és utána visszamentek a Minecraftba. Ha visszamentetek a Minecraftba, akkor igazából csak ki kell írni ezt a chatbe. És akkor itt van, hogy írd bele a csatornád leírásába, hogy implicite, új, ezt nehéz kiolvasni, nézzétek, ott van, implicite jt kettős pont és a ti felhasználó nevetek nekem például ez esetben SuperAlex0102. Szóval visszamentek a Youtube-ra és itt van, hogy névjegy. Rámentek, hogy névjegy. Aztán ide rányomtok, ugye, hogy szerkesztés. És akkor ez alá, mondjuk legalábbra, beírjátok, hogy implicite jt2.superalex0102, így ahogy látjátok, ugye, csak a ti felhasználó nevetekkel. És rányomtok, hogy kék. Visszamentek a Minecraftba, akkor vagy megadtam már a rangot, vagy még várakozik egy kicsit, mindjárt kiderül, egy kicsit. Meg ugye fel kell ismernie, mindjárt kiderül, hogy mi lesz a vége. És itt van, sikeresen, megkaptad a ö, YouTube rangodat, ugye ott van, és akkor ott oldalt már rangod YouTube. Szóval, mit is tud ez a YouTube rang, ugye lehet, pár ember kérdezi. Ez ö, tudja az összes Force ö, jogát, szóval ez igazán egy Force, csak YouTube néven, és tudja a némtegét állítani ugye a tabon. Szóval, be tudjátok tabon állítani ugye, hogy milyen legyen a name tag, ugye prefix meg ezek, ha nem tudjátok azt hogy kell használni akkor gyorsan azt is elmondom. Annyit kell írnatok, hogy nte player a játékos neveteket és akkor prefix és ut utána írjátok, hogy mi legyen a prefix, mit tudom én, Ö pro pvp most mondtam valamit és akkor oda fogja írni az elé, látjátok, hát, ez igen szűrén néz ki, de amúgy, igen, <laughs> így, így fogja körbelül valahogy kiírni. Ö, ha mondjuk úgy csináljátok, hogy így, akkor, vagy így. Akkor így így lehet egyet csinálni például. Szóval, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, igazából ennyit kell tudni erről a rangról. Magyarországon elsőnek nálunk van csak ilyen, ugye, hogy automatikusan jóváírja így ö, ezek alapján a rangodat most viszont beírjátok, hogy perjéti, akkor itt meg lehet, ugye meg lehet nézni az összes youtubert, aki jelenleg van a szelven, ugye mivel ö, most csináltam, nem érig meg ezt a rendszert, ezért jelenleg csak én vagyok. Szóval kiírja, hogy milyen rangja van, mert ugye lehet, hogy majd a későbbiekben lesz youtuber plusz is, ami nem tudom hány feliratkozótól lesz de erről majd mindenképp csinálják egy videót feliratkozó szám, hogy ennek a, ugye ez egyfolytában frissül, szóval ennek a youtubernek hány feliratkozója van, videó mennyiség, hogy mennyi videója van ugye, és megtekintési mennyiség, vagy megtekintés mennyiség, ugye az meg 771 ezer. És azt akartam ugye még elmondani, hogy ha nagyobb rangotok van, akkor nem nagyon érdemes ezt a youtube rangot aktiválni, hisz akkor csak veszíteni fogjátok ugye a rangotokat. Ha bármi probléma merül fel, akkor írjatok a Facebook oldalunkra, vagy kommentbe írjatok egy megjegyzést, és akkor minél előbb próbálunk majd segíteni.